Bártri A hármas könyv strófáiból Ragyoghat napsugár, fákja, Vagy csillagfény és holdvilág, Ha őszemed nem ég, édes, Egész világ sötét nekem. Beboldog az, ki forró nászi harcok, Kéjétől ernyett testel, Elmerülhet szép kedvesének, illat tengerében s a keble forró párnáján lehűlhet, s még az karjával átölelve tartja, pihentető álomba szenderülhet. Mi a nyereség? Jókkal együtt élni. A veszteség mi? Bárgyókkal henyélni. És mi a kár? Az elveszett idő. Mi az erény? A jog alapján állni. És mi a hős? Ki érzék ilyen győz? Ki a legjobb nő? A hűséges hitves. Mi a gazdagság? A tudás bősége. Mi a boldogság? Hazánkban maradni. S a hatalom? A nép ragaszkodása. Hely nem könnyű a szolga helyzete, A gazda ritkán bánik jól vele. Ha hallgat, akkor némának gónyolja, és vecsegőnek mondja, ha beszél. Kíváncsinak, ha közelebb mer állni. Hanyagnak, hogyha hátrál, szinte fél. Ha mindent eltűr, ráfogják, hogy gyáva. Ha rossz kedvű, azt mondják rá, gonosz. Nem szolga, de a jogi bölcs agyában se férez, oly sok fejtörést okoz. A bölcsek azt tanítják, ám de ők is csak szóval, hogy kerülni kell a nőt. De haj, ki tudna mindig ellenállni a nagy lótusz szemű, karcsú leányok csípőinek, halkan övekkel átkötött csípőinek, méghez korallok, gyöngyök éke Az ebb, ha még oly vaksi, sánta, gírhes, ha torzomborsz, fületlen és suta, fekélyes, és ha már nyövek borítják, a döglődik az éjségtől, ha vén, ha már szegényt torkán akad szilánk fullasztja, még ilyenkor is szukára áhítozik. A félholt agra is lesújt a kévágy szörnyű istene.